A Visegrádi Négyek Védelmi Bizottsági ülésén Pozsonyban tegnap az ukrajnai háborúból való kimaradást kezdeményeztem az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának tagjaként. Javasoltam a V4-ek megerősítését Horvátország akár teljes jogú csatlakoztatásával, hogy az Adriai tengertől a Balti tengerig egy megkerülhetetlen tengelyt képezzünk, az EU-n belüli érdekérvényesítési erőnket is növelve. Felhívtam a figyelmet, a képviselők figyelmét, hogy a NATO tagságból adódó szerződéses kötelezettségünk csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, de Ukrajna nem NATO tag, ezért ki kéne maradnunk az amerikai-orosz háborúból. A V4-eket is sújtó kontraproduktív szankciók helyett gondoskodni kellene országaink biztonságos energia és élelmiszer ellátásáról. Rávilágítottam, hogy a nyugati országok viselkedése pedig azért is álságos, mert több európai szavakban szankciópárti ország is növelte az Oroszországgal zajló kereskedelmét a háború kitörése óta, tehát saját szavaival ellentétesen cselekszik, ha saját gazdasági érdeke azt kívánja. Nekünk is kell, hogy legyen elég erőnk ahhoz, hogy megállítsuk Európának az USA általi kizsákmányolását. Az amerikai világhatalmi célokért nem dobhatjuk oda saját népeink biztonságát. Ukrajna sovinizmusának elítélését, közös elítélését is sürgettem a V4-ek ülésén, a kiegyensúlyozottság és a tárgyilagosság jegyében. Ami pedig a NATO tagállamok bővítését illeti, annak magyar vétóját is szorgalmaztam, indokoltam a Mi Hazánk mozgalom képviselőjeként, mert a világháború felé tett újabb lépés, provokáció volna a katonai szövetség bővítése Oroszország határán, míg a semleges zóna inkább nemzetközi érdek. Nincs bajunk Finnországgal és Svédországgal, de az ő érdekük is, hogy ne szélesítsük a háborús konfliktust a NATO-hoz való csatlakozásukkal épp most. Európa békéje és a törékeny egyensúly akkor biztosított, ha Oroszország és a NATO nem, vagy legfeljebb alig határos egymással, mert van egy katonailag semleges vagy úgynevezett puffer zóna. Eddig északon Finnország és Svédország töltötte be ezt a szerepet, Közép-Kelet-Európában pedig Ukrajna. Grendel Gáborral, a szlovák parlament magyar alelnökével is tárgyaltam, miután a képviselőházuk elnöke a szlovák-cseh határon kialakult migráns sátor helyzet miatt azt mondta, hogy már régen le kellett volna zárni Szlovákia határait Magyarországgal, mert, idézem, itt a migránsok úgy kóborolnak, mint az egerek. Nos, ez ellentmond annak a magyarországi propagandának, miszerint mi feltartóztatjuk a migránsokat. Rávilágítottam arra is, hogy a kontinens hódítókat nem a határkerítés tartja távol a V4-ektől, hanem a nyugatiakhoz képest alacsony bérek. Ez azonban nem fenntartható, nem fenntartandó, ezért három javaslatot is megfogalmaztam az ülésen. A határőrökre támadókkal szemben elrettentő hatású tűzparancsot szorgalmaz a Mi Hazánk mozgalom. Az első persze figyelmeztető lövés kell legyen, de eljárt már az idő a betolakodók visszakísérgetése, taxisztatása vagy éppen börtönben etetése felett. Kezdeményeztem továbbá több ezer eurós helyszíni bírságot a kerítésen átjutókra, hiszen a migránsok zsebében sokszor több ezer euró lapul, ami jellemzően az embercsempészeknél kötne ki. Elkobzásukra viszont hamar elmehetne a kedve a migránsoknak a nálunk való próbálkozástól, így euró milliárdokat spórolhatnánk meg a határvédelem terén az elrettentő hatású szankciókkal. És eredményesebb is volna a kontinens hódítók visszaszorítása a V4-eket sújtó tranzit migrációtól is megóvhatna minket. Végül javasoltam az illegális migránsok mobiltelefonjainak elvételét is, harmadik javaslatként, bűjjelként történő lefoglalásról lenne természetesen szó, ami az embercsempészek felderítését is megkönnyítené, hát valamint szintén elrettentő hatása is volna. Bár ahogy a magyar kormány, úgy a V4-ek, pláne a polkorrektség rabjai, de tabudöntő felszólalásokkal és informális beszélgetésekkel ugyanúgy
lehet közelíteni javaslatainkat az elfogadáshoz, ahogy a 2015 elején Torockai László, mint akkor Ásotthalom polgármestere által javasolt határkerítés ügyében is láthattuk, amelyet akkor a politika lesöpört, akkor is saját pártja, a Jobbik sem támogatta azt 2015 elején, de eltelt fél év, és azok, akik kezdetben még a vasfüggöny lebontása után évtizedekkel abszurdnak minősítették ezt a felvetést, már oda jutottunk, hogy az összes magyarországi párt és egyre több külföldi ország is támogatja a határkerítésre vonatkozó javaslatot. Ezen is felbuzdulva fogalmaztuk meg tehát ezt az újabb három javaslatunkat. A Mi Hazánk mozgalom pedig folytatja nemzetközi kapcsolatainak építését. Legutóbb Dúró Dóra az EBSZ varsói ülésén szólalt fel az amerikai-orosz háborúban való részvételi ellen. Holnap pedig Torockai László az Európa Tanács migrációs bizottság ülésén fog vitába szállni.